26. fejezet. Amikor 2-3 héttel később ismét eljött a szertartás estéje, a légkör érezhetően megváltozott. Feszélyezett lett, nem úgy, mint az előtt. Korábban kellemetlen munkának fogtam föl a dolgot, amelyen jobb mielőbb túl lenni. Acélozd meg a szíved, mondogatta anyám kegyetlenül nehéz vizsgák vagy hideg vízbe csobbanás előtt. Akkoriban nemigen törtem a fejem a szólás jelentésén, de valami köze volt a fémhez, páncélzathoz. Hát elhatároztam, felvértezem magam. Majd úgy teszek, mintha személyesen ott sem lennék. Már tudtam, hogy a parancsnokra ugyanez volt igaz. Távol tartotta, függetlenítette magát a testétől a szertartások során. Gondolatban talán egész idő alatt másút járt, amíg velem volt, azaz velünk, hiszen Serena Joy természetesen szintén jelen volt ezeken az estéken. A parancsnok feltehetően végig azon morfondírozott, mit csinált napközben, vagy a golfpályán, vagy hogy mit evett vacsorára. A gépiesen végzett nemi aktus jó rész nem tudatos cselekvés lehetett számára, olyan, mint a vakarózás. Aznap este azonban, először azóta, hogy ez a nem is tudom minek nevezhető újfajta viszony elkezdődött közöttünk, elfogódott lettem a jelenlétében. Először is éreztem, hogy néz közben, és ez zavart. Égett a villany szokás szerint, mivel Serena Joy került minden olyasmit, ami egy kicsit is romantikus vagy erotikus légkört teremtett volna. A baldahinon is áttűző éles, vakító fényben műtőasztalon éreztem magam, vagy inkább színpadon. Feszélyezett, hogy a lábam szőrös, úgy, ahogy a régen borotvált, majd elhanyagolt lábak szőrösek. Feszélyezett a hónaljam is, bár az természetesen nem volt szem előtt. Ápolatlan tramplinak éreztem magam. Ez a közösülés, vagy nevezzük megtermékenyítésnek, amelynek mindössze akkora jelentőséget kellett volna tulajdonítanom, mint egy virág a méh látogatásának, kínosan ízléstelenné vált számomra, az illemszabályok megszegésének éreztem. Azelőtt nem így volt. A parancsnok többé nem tárgy volt a szememben, és ez volt a bökkenő. Erre aznap este döbbentem rá, és a felismerés makacsul bevette magát a tudatomba. Ez bonyolítja a helyzetet. Serena Joyra szintén máshogy tekintettem. Korábban csupán utáltam azért, mert része volt abban, amit velem műveltek, és mert ő is utált engem, és rossz néven vette a jelenlétemet. És mert ha mégis képes lennék szülni, ő nevelné föl a gyerekemet. Most azonban már nem csak azért gyűlöltem, mert annyira szorította a kezem, hogy a gyűrűi belevágtak a húsomba, miközben még hátra is feszítette a csuklómat, amit nyilván szándékosan tett, hogy a lehető legtöbb kellemetlenséget okozza nekem. Nos, már nem volt olyan egyszerű és világos, miért is utálom. Egyrészt féltékeny voltam rá. De hogy lehetek féltékeny egy ilyen hervadt és boldogtalan nőre? Csak olyas valakire lehetünk irigyek, aki valami olyat birtokol, ami véleményünk szerint minket illetne. Mégis féltékeny voltam. Másrészt bűntudatom volt miatta. Azt éreztem, betolakodó vagyok, behatoltam az ő felség területére. Most, hogy titokban találkozgattam a parancsnokkal, még ha csak azért is, hogy játsszam vele és meghallgassam őt, a szerepeink már nem különültek el olyan egyértelműen, ahogy elméletben kellett volna. Ezzel megfosztottam őt valamitől, még ha nem is volt tudomása róla. Tolvaj lettem, és nem számít, hogy azt a valamit ő nyilvánvalóan nem akarta, vagy nem volt szüksége rá, sőt, el is utasította, mégis az övé volt. Márpedig, ha elvettem tőle ezt a rejtélyes valamit, amit igazából meg se tudok határozni, hisz a parancsnok nem volt szerelmes belém, kizárt, hogy ilyesféle túlzásra ragadtatta volna magát, akkor mi maradt neki? De mit törődöm én ezzel? Dorgáltam meg magam. Mit számít nekem a parancsnokné, hiszen irtózik tőlem?
Ha bármi jó indokot találna rá, menten kitenné a szűrömet a házból, vagy akár rosszabbat is kisütne. Ha ugyan nem ezen ügyködik már is példának okáért. A parancsnok még csak közbe se tudna avatkozni, hogy megmentsen. A női háztartási alkalmazottak, akár a márták, akár a szolgálók kihágásainak elbírálása egyedül a feleségre tartozik. Szerena rosszindulatú és bosszúálló nő volt, azzal tisztában voltam. Mégsem tudtam lerázni magamról azt a kis lelki ismeret furdalást, melyet miatta éreztem. Csak hogy most már valamiféle hatalmam volt fölötte. Jól lehet, neki fogalma sem volt róla. És élveztem. Minek tettessem magam? Határtalanul élveztem. Viszont a parancsnok simán leleplezhet bárki előtt. Egyetlen pillantás, egy kézmozdulat, egy aprócska botlás felfedheti, hogy van közöttünk valami. A szertartás alatt majdnem megtette. Felnyúlt a kezével, mintha meg akarta volna érinteni az arcomat. Félre kaptam a fejem, hogy figyelmeztessem, remélve, hogy Serena Joy nem vette észre. Akkor visszahúzta a kezét, visszavonult, és folytatta célra törő munkálkodását. Ezt ne tegye többet, mondtam neki legközelebb, amikor magunkban voltunk. Mit? Kérdezett vissza. Ne próbáljon úgy megérinteni, amikor ő ott van. Azt tettem volna, értetlenkedett. Átvezényelhetnek maga miatt, a telepekre, hisz tudja, vagy még rosszabb is jöhet. Azt hittem, a nyilvánosság előtt továbbra is úgy kezel majd, mintha nagy váza vagy ablak volnék, élettelen vagy átlátszó tárgy, beleolvadva a háttérbe. Sajnálom, felelte. Nem szándékosan tettem. De nekem így olyan... Milyen? Nógattam, mivel nem folytatta. Személytelen, mondta. Mennyi időbe telt, míg rájött erre? Vágtam vissza. Látszott abból, ahogy beszéltem hozzá, hogy megváltozott a viszonyunk. Az eljövendő nemzedékeknek, mondta Lídia néni, már sokkal, de sokkal jobb lesz. A nők békességben élnek majd együtt, mint egy nagy családban, s titeket a lányaiknak tekintenek. Aztán, ha a népesség ismét elég nagy lesz, nem kell házról házra vezényelnünk titeket, mert lesztek elegen, jut mindenkinek. A körülmények akkor már lehetővé teszik, hunyorgott ránk megnyerően, hogy igazi érzelmi kötelékek szövődhessenek. A nők egyesülnek a közös cél érdekében. Támogatják egymást mindennapi teendőik elvégzésében, kiki végrehajtva a maga feladatát, miközben együtt járják az élet ösvényét. Miért várnánk el, hogy egyetlen nő viselje a háztartás vezetésének sokrétű nemes terhét? Az sem nem elfogadható, sem nem emberséges. A lányaitok már nagyobb szabadságot élveznek majd. Azért dolgozunk, hogy mindőtöknek, mindegyik őtöknek lehessen saját kis kertje, mondta lelkesülten, összekulcsolt kézzel megint. És ez csupán egy példa a sok közül. Feltartott ujjával megfenyegetett minket, úgy folytatta. De nem lehetünk faláng disznók. Nem kívánhatunk túl sokat időnek előtte, igaz? Tény, hogy a parancsnok szeretője vagyok. A fő embereknek mindig voltak szeretőik. Miért épp most lenne másképp? A helyzetet azonban magától értetődően nem egészen egyformán kezelték. Régen önálló kis házban vagy bútorozott lakásban tartották a nőiket. A mai viszont aféle összvér megoldás. Alapvetően azonban ugyanarról van szó. Többé-kevésbé. Némely országban kitartott nőknek nevezik a magamfajtákat. Az a dolgom, hogy pótoljam a hiányt. Ha kell, Scrabble partnerként.
nem csak nevetséges, hanem megalázó állapot is. Néha az az érzésem, Serena tud róla, máskor meg, hogy összejátszanak. Nem kizárt, ő volt az értelmi szerző, és még nevet is rajtam, ahogy én nevetek időnként gúnyosan magamon. Csak hordozza ő a terhet, gondolja esetleg Serena magában. Meg lehet, teljesen eltávolodott a férjétől, így valósítva meg a szabadságot a saját értelmezésében. Ennek ellenére, hiába hülyeség, boldogabb vagyok, mint az előtt. Először is van valami teendőm, valami, amivel elütöm éjjel az időt, ahelyett, hogy egyedül üldögélnék a szobámban. Aztán megvan, mint gondolkodnom. Nem, mintha szeretném a parancsnokot, de érdekesnek találom, teret tölt be, több, mint egy árny. Én ugyanezt jelentem számára. Többé nem csak egy használható test vagyok neki. Nem pusztán hajó teher nélkül, kupa bor nélkül, vagy durván fogalmazva egy liba, aki még nem kapta be a legyet. Számára nem vagyok egyszerűen üres.